Mérgezés után 4 kutya lábadozik az óbecsei menhelyen. 2 már nem tudtak megmenteni az orvosok. Az eset vasárnap történt. A tünetek alapján valószínűleg organofoszfátot ettek a kutyák. Povraćanje proliv, nekoordinisanost pokreta, pena na usta. Znači, to je ono što se najčešće kod većine otrova dešava. Naprimjer, još kod rodenticida je, pošto oni deluju na krvni sistem, na crvena krvna zrnca, razaraju ih, dolazi do jakih i akutnih anemija. Nem először történt mérgezés a menhelyen. Ennek térfigyelő kamerák kihelyezésével lehetne elejét venni, mondják az illetékesek. Nisu oni krivi za neodgovorno vlasništvo što ih izbacuje redovno i što oni nažalost moraju da dođu ovde i zato što neodgovorno vlasništvo izbacuje u toku načina put prihvatilište veliki broj pasa koji ljudima ulaze na salaše i prave štete. Eddig semmilyen következménye nem volt a hasonló mérgezéses eseteknek. Ezúttal valószínűleg bíróságra kerül majd az ügy. Kuda nadam se da ćemo time uticati da eto da se ti vinovnici pronađu ili bar uplaše neki budući koji pomisle da mogu da ugrožavaju na taj način naš rad i zdravlje tamo. Az Óbecsei Ifjúsági Szervezet a napokban akciót indított az interneten. Gazdikat keresnek a kutyáknak, a menhely számára pedig pénzadományokat, játékokat, törölközőket, takarókat gyűjtenek. Povod nam je da promovišemo odgovorno vlasništvo, odnosno da ukažemo građanima šta to znači neodgovorno vlasništvo, da promovišemo pse u azilu, da ukažemo na njihove probleme i naravno da im pomognemo da nađemo dom. A 150 kutyára bejegyzett menhelyen jelenleg több mint 200 ebb vár befogadóra, szerető gazdira.